Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Összegyűjtjük, leforgatjuk, közzétesszük. Kiskunhalas és térsége hírei, híradó minden hétköznap este 7-kor a Halas Televízió. Helikopterrel vitték el a súlyosan megsérült sofőrt, a férfi egy fának csapódott az autójával az Átlós és Dobó utca kereszteződésében. Sokan jöttek segíteni, Kiskunhalason is a közterületeket takarították a Teszed akció aktivistái. Tekertek a víz világnapján, a Kiskunvíz Kft. Telephelyét is felkeresték a halasi bringa barátok. Közös gondolkodás, visszaemlékezés, a tanácsköztársaság kialakulásáról és következményeiről is szó volt a Sziládi emlékkonferencián. Köszöntöm Önöket, minden hétköznap este 7 órakor élő hír összefoglalóval jelentkezünk, tartsanak velünk ma is! Súlyos baleset történt vasárnap délelőtt Kiskunhalason, az Átlós és Dobó utca kereszteződésének közelében. Az elsődleges információk szerint a körforgalom felől érkező Volkswagen Vento fiatal sofőrje elvesztette uralmát járműve felett, kisodródott és az útmenti fának csapódott. Az autó utasaihoz több mentőautó, a vezető ellátásához pedig mentőhelikopter érkezett. A műszaki mentésben a halasi tűzoltók vettek részt, a baleset körülményeit a Halasi Kapitányság közlekedés rendészete vizsgálja. A hétvégén több helyszínen is szedték a szemetet, Kiskunhalas kivette a részét a tavaszi nagytakarításból. Az országos Teszed akcióhoz csatlakozva több százan gyűjtötték a mások által eldobált hulladékot. A legrosszabb helyzet a téglagyár közelében volt. Ott vannak olyan területek, ahol a hulladék halmok megmozgatásához már gépek kellenének. Elmegyünk a gimnázium sarkáig, egész ki a Kárpát utcáig, Kossuth utca bezárólag, itt fogunk újra találkozni, akkor ez a rész meg lesz. A lovas szobornál Vince Attila és Bognárné Nagy Éva önkormányzati képviselők koordinálták a munkát. Volt szednivaló bőven, bár a Városgazda ZRT munkatársai folyamatosan takarítanak, a szemét mindig újra termelődik a közterületeken. A dohányboltok környéke az kritikus, a szeméttároló környéke kritikus, hiszen nagyon sok szemét szét van haigálva, szét van guberálva. A dohányboltoknál viszont a dohányosok, amit letépnek cigaretta dobozról, azt a nejlont, azt dobálják egyből szét, csikkek tömkelege szét dobálva, és meg a műanyag hulladék borzasztó sok szokott lenni, különösen azokon a bokros területeken, ahol alá bebírja fújni a szél. A Teszed akció több generációt is önkéntességre szólított. Nemcsinyi Mihály is úgy gondolta, részt vesz a takarításon. A fiatal embert bosszantja, sok a szemét a közterületeken. Rendkívül csúnya, és hát a környezetre káros. Mennyi idő alatt bomlanak le ezek a műanyag zacskók, csomagolások szerinted? Több száz év. A 82 esztendős Kis István is eljött takarítani. Véleménye szerint ilyen nagy takarítás akár negyed évente is lehetne, ő részt venne azokon is. Talán kötelességemnek érzem a természetvédelmet, és ezzel is úgy vélem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk, élhetőbb. A Szabadkai úton Hevesiné Vince Éva képviselő és csapata gyűjtötte a hulladékot, itt is a csomagoló anyagok és csikkek jelentették a legtöbb gondot. A Keceli úton Gyöngyi László önkormányzati képviselő irányította a munkát, itt is sorra gyűltek a megrakott zsákok. Itt a Gubodi úti területet már évek óta használja a lakosság egyfajta hulladéklerakóként. Gyakorlatilag itt évről évre erre a helyre van meghirdetve a Teszed akció, hogy itt találkozunk és segítőkkel próbáljuk, amit tudunk összeszedni. De itt sajnos vannak olyan szemét halmok, amihez hozzá se tudunk nyúlni, mert építési törmeléktől kezdve minden van.
A képviselő szerint jó lenne már végre tetten érni azokat, akik itt szabadulnak meg a szemetüktől. Valahogy, ha tetten tudnánk érni az embereket, akik vagy azért dobálják el az árokba zsákostól a szemetüket, mert nincs olyan, ahova le tudnák rakni. Tehát ha volna egy nagyobb konténer időnként kihelyezve, hogy dobálja bele mindenki, talán. De ugye a pillanatnyi megoldás az emberek számára. Ők senki nem látja már, dobja is el. De viszont, hogyha ha látná egy kamera, vagy mint ami volt már, hogy le lehetett olvasni az autó rendszámát, az alapján elő lehet keríteni. Gyorsan elfogták az idős emberek támadóját. Az egyik Jánoshalmi családi háznál vasárnap délután bekopogtattak a kapun. Az udvaron tartózkodó idős nő a bejárathoz ment, és az ajtót kizárta, amit nyitás közben kívülről egy ismeretlen nagy erővel benyomott. Ezzel fellökte az asszonyt. A tettes beszaladt a házba, és az előszoba asztalon lévő 300 forintot magához vette, majd elmenekült. A rendőrök beazonosították, és 16 óra 50 perckor már el is fogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható Jánoshalmi férfit. Mint kiderült, más is van a rovásán. A 24 éves férfi a délutáni órákban a kerítésen átmászva bejutott egy másik ingatlan területére, majd a lakás egyik helyiségében a sértett idős korából adódó félelmét kihasználva a jelenlétében kutatott, és onnan mindösszesen 1000 forint készpénzt vitt el. Egyszerre jöttek, egyszerre mentek, összesen 16 afgán rejtőzött egy tehervonaton Kelebián. A rendőrök egy Szerbia irányából belépő tehervonat átkutatása során 23-án 0 óra 55 perckor 16 külföldit tartóztattak fel, ők afgán állampolgárnak vallották magukat. A férfiak a vagonokban megbújva próbáltak jogellenesen Magyarországra jutni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket a biztonsági határzárhoz. Túráztak a Vízvilág napja alkalmából, kerékpár túrát szervezett a Halasi Bringa Barátklub. A térségi vízszolgáltató céget, a Kiskunvíz Kft-t is felkeresték a résztvevők. Március 22-én ünnepeljük a Vízvilág napját. 1994 volt az az év, amikor az ENSZ közgyűlése így határozott. Belátták, hogy ránk köszöntött a vízválság korszaka. A Halasi Bringa barátok a közösségek házánál gyülekeztek, majd nyerekbe pattanva a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. 3-as számú telephelyére indultak. A verőfényes napsütésben vidáman tekert a csapat az olajosok útján. Király Gábor, a Bringa barát klub vezetője úgy gondolja, már mindenki várta ezt a túrát. Nekünk ez, mondhatjuk azt, hogy a hivatalos nyitó rendezvényünk is az éven belül, hiszen ekkor van úgy hivatalosan meghirdetve és megszervezve a program, hogy akkor ez egy hivatalos program. És ennek nagyon örülünk, mert gyönyörű idő lett az idén is, és elég sokan eljöttek, tehát éppen mondtam is az előbb, hogy nem volt konkrétan úgy, hogy iskolákkal szerveztük volna, hanem a spontán felhívás olyan 30-40 ember jelentkezett, és ez, azt gondolom, hogy ez egy szép szám, és mindenki szép időben tartalmas programot nézhet, így végig csinálhat végig. A túrázókat Füzesi Péter üzemvezető fogadta. A szakember elmondta, Kiskunhalas vízellátását 11 darab mélyfúrású kút biztosítja. A víz tisztítására 2 darab vas, mangán, arzén és ammónium mentesítő technológia létesült. A vendéglátók friss vízzel kínálták a túrázókat, majd bemutatták azokat a berendezéseket, melyek a nap 24 órájában a tiszta ivóvizet biztosítják a város lakosságának. Tóth Zoltánt meggyőzték a látottak. Az, hogy biztonságban vagyunk Halason, nagyon tökéletes. Mindent rendbe tesznek nekünk, hogy tiszta, egészséges, friss vízünk legyen. Gás Viktor a fiatalabb generációt képviselte. Úgy gondolja, az ivóvíz védelme mindenki feladata. Víz nélkül nincs élet, és mert, hogyha beszennyezzük, akkor nincs ivóvíz, és ez miatt kipusztul az élet a földön. A Kiskunvíz Kft. A térség ivóvíz szolgáltatója nagy hangsúlyt fektet a tájékoztatásra, figyelemfelhívásra. Éppen ezért fogadták örömmel a túrázókat. Nagyon sokat kell ilyen rendezvényeket is tartani, ahol igenis föl kell hívni a figyelmet arra, hogy az, amit mi mindennapjainkban megszoktunk, vannak olyan régiók, vannak olyan országok, ahol ez egy
ilyen nem létező szolgáltatás. Tehát sajnálatos módon vannak olyanok, akiknek nem jut el ez a csapvíz. Még ha nálunk rossz minőségének is ítéljük egy pillanatban, akkor is van olyan ország, vagy van olyan fogyasztó föld másik részén, ahol meg nagyon örülne ennek a rossz minőségű víznek. Úgyhogy a megbecsülést az sajnálatos módon jelen pillanatban én nem kapta meg. Én ezért küzdünk, és ezért dolgozunk minden nap, hogy ezt a megbecsülést azért megkapják a kollégák, mert a legnagyobb érdem az az övéké, akik ugye ezt egy komoly áldozat árán érik el, illetve teszik nekünk elérhetővé. Még legalább 3 hétig le lesz zárva a Torma János utca. A Kiskunvíz Kft. Mindenre már jó előre táblákkal hívja fel a figyelmet a Szilády áron, valamint a Jókai utcákon. A 4 méteres mélységben lévő szennyvíz cső nyomódott össze. Ennek a cseréje zajlik a forgalmas útszakaszon. Az útlezárást a Szilády Áron utcán a sportpálya felé haladva lehet kikerülni. A Kertész utcán élők számára biztosított a közlekedés. A helyi forgalom a Szatmári Sándor utcán tud bejönni a városközpont felé. A Jókai utcán, valamint a Bajcsi-Zsilinszky utcán is 2 irányban lehet kikerülni a lezárt Torma utcát. Jelenleg úgy tűnhet, hogy a szolgáltató szakemberei nem dolgoznak a területen, ám ez nem így van. Most történik a terület vákuumszivattyúzása, ehhez pedig nem kell folyamatos emberi jelenlét. Amint ez megtörtént, akkor lesz lehetőség a meghibásodott több méteres csőszakasz kiemelésére. A közös gondolkodásra, visszaemlékezésre nagyobb szükség van napjainkban, mint valaha. Többek között ez hangzott el a Szilády Áron Társaság múlt hétvégén megrendezett emlékkonferenciáján. Az előadók között voltak a Veritas Történetkutató Intézet neves szakemberei is, akik a Tanácsköztársaság kialakulásáról, annak következményeiről beszéltek a halasi hallgatóságnak. A Szilády Áron Társaság évente 2-szer, tavasszal és ősszel rendez emlékkonferenciát a névadó gimnázium dísztermében. Az elmúlt hétvégén a Veritas Történetkutató Intézettől érkeztek vendégek, akik változatos témákban osztották meg gondolataikat a jelenlévőkkel. Ez egy emlékkonferencia. Ez a 26. már 1993 óta, hogy a Szilády Áron Társaság megalakult. Mindig Szilády Áron elhunytához, ez alkalom az elhunyta, hiszen március 20-án volt ennek a 97. évfordulója, illetve ősszel, november 3-án születésnapja. És ezért úgy gondolt a Szilády Áron Társaság, hogy azért ezt a 2 sarok időpontot használja fel arra, hogy Szilády Áron értékrendje, a korszak értékrendje, egyáltalán az azt követő több mint 100 év eseményei hogyan befolyásolták a halasi közéletet, a közvélekedést és a lokálpatrióta értékrendszer változását. A vendégekkel elsőként Bödecs Pál tiszteletbeli elnök osztotta meg gondolatait, megemlítette az 1 évszázaddal ezelőtti események halasi vonatkozásait is. Most 100 évvel ezelőtti forradalmi eseményekre emlékezünk, amely közelről is érintett bennünket itt Kiskunhalason, és különösen is érintette a református egyházat is, a többi egyházzal együtt. Jó erre is ilyenkor visszaemlékeznünk, hogy mi történt 1919-ben, megalakult az Egyházi Likvidáló Bizottság, ilyen néven is elképzelhető, hogy hát mi ilyen tervekkel és milyen szándékokkal. És hát Halason is, hogy majd hallunk is az előadásban erről, Gámbegyan visszaemlékezéseiből, nem kevés minden történt. Egy olyan ország, amely az 1910-es népszámlálási adatok szerint 54%-ban magyar és 46%-ban nem magyar. Dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója, az Őszi Rózsától a Vörös Csillagig címmel tartotta meg előadását. Mint mondta, a múltunk megismeréséhez, a régen történt fontos események emlékezetben tartásához szükség van az ilyen rendezvényekre. Ha valaki megnézi a 2 világháború közti Magyarországot, vagy a dualizmuskori Magyarországnak a történetét, ahogy ma mondják, akkor azt a kifejezést használva, civil szerveződések vagy civil szervezetek erzrei működtek. A horgolókörtől a
gyöngyös bokrétái, különböző időszakokból olvasókrögi, és így tovább. És én azt gondolom, hogy a közösségteremtés meghatározó ezen szervezetek által napjainkban is, és ha egy ilyen közösség szeretné megismerni saját múltját, településének a múltját és a környezetének a múltját, akkor nagyon lényeges, hogy ilyen rendezvényeket hozzon össze, és a közös gondolkodás szerintem bennünket előre visz, és én mindig hozzáteszem azt is, hogy meglátásom szerint az ilyen együtt gondolkodás erősíthet meg bennünket abban, hogy magyarok vagyunk, és olyan nemzettudat az azt hiszem, hogy minden nemzet számára meghatározó, és én azt gondolom, hogy mi meg legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, függetlenül attól, hogy a múltunkat miként ítéljük meg, mert van egy másik gondolatom, amit szintén mindig elmondok, múltunkat minden erényével és hibájával együtt kell vállalnunk. Nem tekinthetünk el attól, hogy voltak pozitív és negatív történések is, de azt gondolom, hogy így korrekt és így tisztességes erről beszélünk. Nem dicsérjük azt, amit nem kell dicsérni, és nem szapuljuk azt, amit nem kell szapulni. A Nemzet Rozmária mesélt a halasiaknak. A Forrás Új Tükör Klub látta vendégül ifjabb Sirilla Györgyöt, aki édesapjára emlékezve 1999 óta átúszta a Jeges-Dunát. Ifjabb Sirilla György megemlékezett Kártyikné Benke Edkáról, közismertebb nevén Edka anyóról, aki saját fejlesztésű jogájával vált ismerté. A Guinness Rekorddal Sirilla György mesélt arról a felkészülésről, mely lehetővé teszi, hogy 26 percet töltsön az akár 0 fokos vízben is. Sirilla György a Híradót követő napi mozaikban lesz majd látható és hallható bővebben. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Helikopterrel vitték el a súlyosan megsérült sofőrt. A férfi egy fának csapódott az autójával az Átlós és Dobó utca kereszteződésében. Sokan jöttek segíteni. Kiskunhalason is a közterületeket takarították a Teszed akció aktivistái. Tekertek a víz világnapján. A Kiskunvíz Kft. Telephelyét is felkeresték a halasi bringa barátok. Közös gondolkodás, visszaemlékezés, a Tanácsköztársaság kialakulásáról és következményeiről is szó volt a Sziládi Emlékkonferencián. Kedves nézőink, a folytatásban jön az időjárás előrejelzés, majd a napi mozaik, mint ahogy említettem, Sirilla György előadásából mutatunk egy részletet. Friss hír összefoglaló legközelebb holnap este 7 órakor lesz. Viszontlátásra!